Kedves Dani, nagyon jók a videóid, nehéz szolgálat után a videóid feltöltenek engem, meg a kollégáimat. Nem fingottam, az ágy volt az. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Elérkeztünk a következő csomagbontós videóhoz. Egy óriás csomagot kaptunk, ezt fogjuk megnézni. Az van ráírva, hogy tető. Lehet, hogy kaptunk egy tetőt. Mit szóltok hát hozzá? Hát az rajta van a házunk, hogy ebben nem fél. De kaptunk egy levelet is Rolandtól, ezt fogjuk felolvasni. Ádiko ezt meg se bírja emelni, ugye? Megbírom. Vigyázz, ott a kés! Jó, nagyon ügyes vagy. Megbírta emelni az Ádiko. Kicsit nehéz, hát kíváncsiak vagyunk. Szabolcstól kaptuk ezt a nagy csomagot, ha jól tudom, ő betegszállító, azt hiszem Budapesten, és ő küldte nekünk ezt a nagy ajándékot. Mondta, hogy szünetekben szereti nézni a videóinkat, úgyhogy köszönjük szépen. Ezt a levelet pedig felolvassuk. Van benne egy szép rajz Daninak, Ákosnak és Ádinak. Nagyon jó. Köszönjük szépen ezt a szép rajzot. Maga meg kicsoda! Nem is olvasod. De mondtam, hogy Rolandtól kaptuk. Ja, köszönjük. Szia Dani, Ádi és Ákos, én egy 11 éves fiú vagyok Garáról. Gara nincs messze tőlünk, és már 2 éve nézlek. Az első videó, amit láttam tőled, a tejautomatás, és akkor már tudtam, hogy te jó szívű vagy. Köszönöm szépen. Követlek TikTokon, Instán, és fel vagyok rád iratkozó. Többen kéritek, hogy kövesselek be titeket Instagramon, ne haragudjatok, erre nincs lehetőség. Anyámat, a hugomat, meg a partner cégemet követem csak Instagramon. Az előbb a Dani ezt alig tudta kimondani. Csak persze ki lesz vágva. Miért égesz le? Miért égettek le? Hát még jó, hogy lehet videót vágni, nem? Néha nem tudok beszélni. Megnézzük, hogy Szabolcstól mit kaptunk, mit rejthet ez az óriási csomag. Ádi már unboxingol. Ádi már unboxingol. Ádi. Írtam. Igen, már fölírtam a címet, hogy visszapostázom Delicello kártyát. Ne hadonásszál, légy szíves, mert ki fogom bontani késre. Most mondtam, hogy ne hadonásszál. Várja, de itt ki fogom kibontani középen, jó? Csak el ne vágjak valamit, jó? Megint a levél. Ádi, ne nyúkáljál, most mondtam. Nem hiszem el. A csomagban még van külön csomag. Nasz Ákos, Nasz Ádi. Várjatok, jó. Jó? Először... Ott a levél. Igen, a levelet fogjuk felolvasni. Tényleg olyan, mint a karácsony lenne mindig. Nagyon köszönjük. Igen. Kedves Nasz Dániel és Nasz család, sziasztok! Szabolcs vagyok Budapestről, egy 31 éves betegszállító, akkor jól mondtam, betegszállító. Tudom, ciki, hogy ilyen idősen is nézem a videóidat. Kedves Szabolcs, köszönöm szépen, nekem mindig nagy elismerés, ha idősebb emberek is nézik a videókat, úgyhogy a célcsoportom, a gyerekek, fiatal felnőttek és a felnőttek is, próbálok mindenkinek videókat készíteni. Kedves Dani, nagyon jók a videóid, nehéz szolgálat után a videóid feltöltenek engem, meg a kollégáimat. Üdvözlünk benneteket a kollégáiddal együtt, és nagyon tisztelünk benneteket, kitartást a munkátokhoz. Folytass csak tovább, gratulálok a családias, vidám, vicces videóidhoz. Te egy igen jó ember vagy, tiszta szívű, segítők és családcentrikus. Jó, hogy nem károm kocca videóidban. Szívesen játszanék veletek egy-két meccset. Igaz, kicsit előnyben lennék, én 210 cm magas vagyok, az igen? Sajnos eddig nem tudtam küldeni egy kis csomagot, mert 4 hónapig külső szolgálatban voltam a járvány miatt. Nem semmi. A fiúk dobozában, tető részben a Fortnite játékhoz egy kis ajándék van. Pont Fortnite-ot pulcsiba vagy, Ákos. Ha lehetőség nyílik, szívesen találkoznék veletek személyesen is. Igen, Szabolcs, bízom benne, hogy fogunk személyesen is találkozni. Mondja, Ákos, akartál valamit? Először olvasod. Jó. Gratulálok a 400.000 feliratkozóhoz, balesetmentes kilométereket kívánok, sok boldogságot és jó egészséget az egész családnak. Bánfi Szabolcs, Budapest. Légy szíves egy videó... Igen, persze, ezt megbeszéltük, Szabolcs. Szüleidnek egy csomag, fiúknak egy csomag, hugodnak egy csomag, a jegyes párnak egy csomag. A jegyes párnak, nem az Ádikának meg az Ákosnak, hanem a jegyes párnak, jó? Rendben van, figyeljetek, van benne egy könyv Budapest a város felfedezése.
Éppen most voltunk Budapesten a Nikivel, a forgalomtól teljesen kivoltam idegileg, mert nagyon durva volt. Nagyon szép tájképek vannak ebbe a könyvbe, köszönjük szépen. Várjál, Ádikám, leteszem a dobozt, és akkor oda fogom adogatni. Na, de így nem látja. Jó? Na! Most mit kell ennyire kiröhögni? Üzi! Igen? Üzítőt, vagy vizet lehet beletölteni, vagy jó. Pálinkát, vagy... Pálinkát? És kaptunk hozzá cukrokat! És van benne sok cukor, de jó, gondolom egy az Ákosé, egy az Ádikáé. Hát ott ez nagyon van, jó. Dani, becsomagolt egy becsomagoltam egy cukrot, ne haragudj, visszateszem ide, jó? Van benne egy táska is, köszönjük szépen, bevásárló táska. Akkor először szeretném, hogyha... Tetszik. Azt mondtad, hogy ilyenkor mindig karácsony lenne. Tényleg, karácsonyi csomagolás! Tök jó! Hát nagyon boldogok vagyunk, köszönjük szépen! Ez micsoda? Füzet? Kinek kell? Ez mi? Dasd! Várjátok, megmutatom a nézőknek. Dasd! Ez valami... Ott kell megfogni azt! Dasd! Mini Nutella! Mini Nutella? Nagyon szeretik a Nutellát a gyerekek. Hát már ismerek olyat, aki nem szereti a Nutellát, ugye ezt már mondtuk. Kinek kell matek füzet? Hanyas. Mária, itt van. 27-32 kocká. Az hanyas. Az enyém. Jó. Szerintem az Ákosnak jó ez a matek füzet, ugye? Teljesen jó. A tanulás nagyon fontos. Ez micsoda? Azt a mini társas játék. Ezen van sok. Van kinevet a végén. Azt nagyon szeretjük. Tök jó kis társas játék. Ez ilyen hordozható. Ez hordozható, mindenhol elfér a családnak, köszönjük szépen! Jó, ez világít! Világít! Beindult! Beindult! Van ez benne is. Cukorka! Ó, fizics! Fizics spinner! Csoki! Nagyon-nagyon köszönjük, tényleg Szabolcs! Neked is van az év, Szabolcs gondolt mindkettőtökre! Mini Nutella! Még egy minit, és ezt figyeljétek! Slime! Gyerekek! Na Ákos, neked a kedvenced a zöld? Vagy az ágyban? Nem, az ágyban. Akkor tessék Ádi, tied a zöld, tied pedig ez. Fidget spinner van benne, meg rengeteg cukor van benne. Most elég jó. Rengeteg cukor van benne. Köszönjük szépen Szabolcs, nagyon kedves vagy. De mondtam, hogy videó közben ne egyél még. Gyerekek, nagyon-nagyon örülnek ezeknek az ajándékoknak. Azta, van benne valami, ami... Azta, mindjárt megnézzük. Van benne likőrös csokoládé. Köszi szépen. Múltkor is kaptunk egyet, képzeljétek el. Nekem egy darab jutott, valaki felpróbálta. Van benne mogyoró. Földi mogyoró. Van benne... Kártya! Azta! Ja, és a Niki az szereti is a magyarót. Igen. Van benne kártya. Régen amúgy nagyon nagy bűvész voltam, vagy bűvész akartam lenni. Van is videóm amúgy, még veletek is csináltam, hogy bűvész tüketet mutatok be. Kártya! Köszönöm szépen! Kivetted a szádból! A kártyát! Igen. De azt úgy kell csinálni, hogy beteszed a kezedbe. De jó! Az mi? Kerellak a Nikinek! Ez még világít is, és van egy toll, nagyon szuper, dedikáló kártyák aláírására alkalmas toll. Hihetetlen, Szabolcs, te hihetetlen vagy, mi kezed? Az a Nikinek smink cucc, én már kívülről fel. Ez a Nikinek tényleg, de durva, hát hogy ő milyen boldog lesz, Szabolcs, azt a... Akkor akkor úgy gondolom, hogy ez a Niki, ami ebbe a táskába van. Mert itt van még, igen, van még, ez mi szemceruzott? A fogalmam sincs mik ezek, de ezek biztos valami szépségápolási cuccok. De te jártas vagy ebben a smink cuccokban, úgy nézem, Ádika. Nem csak ki, már ki is festették hozzá. Hol a körömlap? Ez egy jó hosszú csomagbontós, szerintem kivetíti az órát ilyen hologramba, nem? Nem értem. Mi? Hát itt van fölötte az idő. Ezt majd ki fogjuk próbálni. Rendben van, köszönjük szépen. Arra nem merem fogadni, hogy az Dani az a tiéd lesz. De ez nagyon nehéz, mi ez? Utas. Arany? Lehet, hogy arany. Enyém! Ezt nézzétek. De szép. Na, a Niki és nagyon Dani örülni mindegyik fog. Oldalán más-más. Igen, ezt nézzétek, kedves nézők. De gyönyörű.
De jó, ez akkor mind a kettő főseit. Arra gondoltam, hogy ő a nagyszülők, apa nem szokott szerepelni, de anyával kibontanánk ezt a csomagot, illetve és majd akkor, külön videóval Vivivel. Igen, a külön, nem, hát anyával meg a Vivivel, és akkor összevágom, hogy ezt a két csomagot akkor velük bontjuk ki, úgy lenne a hiteles, én úgy gondolom. Szabolcs, köszönjük szépen! Köszönjük tényleg szépen! Köszönjük. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a csomagokért, köszönjük szépen, hogy sokan így is kifejezitek az elismeréseteket azzal kapcsolatban, hogy jók a videók, szórakoztatóak, és néha példamutatók, néha viccesek. Bízunk benne, hogy nagyon tetszik nektek a munkásságunk, nagyon boldogok vagyunk. Hihetetlen, hogy tényleg ennyi mindent kapunk, és megbecsüljük, és Szabolcs, nektek pedig minden tiszteletünk, kitartást kívánunk a munkátokhoz. Köszönjük szépen, köszönöm a srácoknak, hogy segítettek nekem megcsinálni ezt a videót. Niki is nagyon örülni fog. Mindenki nagyon boldog. Köszönjük szépen. Ha tetszett a videó, akkor mondjad. Először köszönjük szépen a csomagot. Ja, igen, hogy a srácok a is csomagot, nagyon... A csomagot, meg a levelet. Igen, köszönjük szépen. És igen, minden apró ajándéknak tényleg úgy örülünk, mint ennek jobban örülünk, és a kedves szavaknak, mint bármilyen nagy ajándéknak. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és szeretnétek még csomagbontós videókat, akkor... Lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nasz Dániel csatornájára! Köszönjük szépen! Sziasztok!